Euró Dórával, ami hazánk elnök helyettesével kezdünk, tehát jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánunk, és itt van velünk a Mandiner főszerkesztő helyettese, Kacsó Dániel. Jó reggelt, érdez első kérdés. Jó reggelt. Jó reggelt, én is köszöntök mindenkit. Kezdjük akkor a pedagógus tüntetéssel. A Mi Hazánk miért nem volt ott ezen az eseményen, és egyáltalán mi a vélemény arról a politikai stílusról, amely kordonbontástól nagyjából egy ilyen szlem előadásig is terjed, de persze nyilván ott voltak maguk a diákok és a pedagógusok is. Természetesen, és ez az elsődleges, és úgy gondolom, hogy ha az oktatásról beszélünk, akkor ennek a főszereplői nem politikusok kellene, hogy legyenek, hanem a diákok és a pedagógusok valóban, meg hát természetesen a szülők is, és mindenki, akit érint. Károsnak tartom azt, hogy baloldali pártok sorozatosan próbálnak rátelepedni ezekre a megmozdulásokra, hiszen így nem az ügyről van szó, hanem van egy alapvető politikai színezete az egésznek, az egész tiltakozásnak, ami remek alkalmat teremt a kormánypártoknak arra, hogy erről beszéljenek, hogy melyik baloldali párt állhat a szervezés mögött, vagy hogyan telepszik rá, és egy politikai indítatásúnak állítja be azt az ügyet, ami egyébként egy jogos követelése a pedagógusoknak. Már az eddigi helyzetük Ben is ugye a státusztörvény tervezetének nyilvánosságra kerülése előtt is nagyon nagy problémák voltak az oktatásban, és ezzel a státusztörvény tervezettel egy olajat öntött a tűzre a kormány, ahelyett, hogy érdemben meghallgatta volna a pedagógusokat, és megpróbált volna valami fajta választ adni az ő eddigi követeléseikre. Ez nem jelenti azt, ugye, hogy önök nem értenek egyet a pedagógusok követeléseiben, amit hogy nem voltak ott természetesen, személyesen, csak kérdés, magának az ügynek ártalmas az, hogyha olyan eszközöket hoznak be, akár pártok, akárki, amelyek megosztják a közvéleményt. Tehát nagyjából abban azért konszenzus van, és úgy látom a kormánypárti szavazók is azért elismerik, hogy az oktatásban problémák vannak. De hogyha ezt az ügyet úgy próbálja megérvényesíteni az ellenzék, a baloldali ellenzék, hogy olyan eszközöket használ, amik megosztják vagy távol tartják azokat az embereket, akik magát az ügyet egyébként támogatják, az káros magára nézve, a pedagógusok céljára nézve. Csak egy picit még ezeknél az eszközöknél maradva, magával a kordonbontással, mint az ezt végrehajtók szerint egy szimbolikus gesztussal, van-e problémája Mi Hazánknak? De alapvetően a Momentum részéről ezt egy ilyen pótcselekvésnek tartjuk. Tehát az, hogy az országgyűlésben, a szakmai vitákban egyébként nem vesznek részt most már hetek óta, az egészen megdöbbentő számomra. Tehát, hogyha valaki országgyűlési képviselő, akkor annak az elsődleges feladata az, hogy az országgyűlésben kerülő törvényjavaslatokhoz, előterjesztésekhez hozzászóljon, azzal kapcsolatban elmondja a véleményét, módosító javaslatokat nyújtson be, tehát törvényhozók vagyunk alapvetően, és a Momentum ebben gyakorlatilag nem vesz részt, tehát hetek óta gyakorlatilag csak a napi rendelőtti felszólalások azok, amelyekben a Momentum ott van egyáltalán az országgyűlésben, és a többi vitán nem vesznek részt. Ehhez képest, hogyha kizárólag utcai akciókra akarja építeni a párt egy politikáját, az nagyon sokat elmond az ő szakmaiságáról szerintem. Nem mondom azt, hogy nem kellenek az utcai akciók, mi is természetesen éppen aláírás gyűjtünk a furtkutak ügyében országszerte, több mint 100 helyszínen, és én magam is például múlt héten Oroszlányban is lakossági fórumot tartottam, kampányoltam. Hála az égnek egy nagyon jó eredményt sikerült elérnünk, majdnem 13%-os támogatottsága volt a Mi Hazánk jelöltjének. Ezúton is köszönöm a szavazóinknak a támogatását. Tehát nyilván ennek a kettőnek együtt kellene állnia, hogy az országgyűlési, parlamenti politizálásban is részt vesz valaki, és utcai politizálásban is. Hogyha csak az egyiket csinálja, akkor az számomra hiteltelen, és egyfajta ürességet sugall. Most már nem csak a hazai kereteken belül van a pedagógus sztrájknak komoly visszhangja, hanem egészen az Európai Bizottságig is elért, mert hogy az Európai Parlament 5 csoportjának vezetője is aggodalmát fejezte ki az Európa Bizottság elnöke felé. Ön szerint mennyire befolyásolhatja a mi hazai helyzetünket, illetve elsősorban a pedagógusok helyzetét az, hogy van egy ilyen nemzetközi visszhangja például a sztrájkoknak? Szerencsétlen dolognak tartom azt, hogyha belpolitikai ügyeket akár az európai, akár más nemzetközi szervezeteknek a porondjára viszünk, mert ez ismételten arra alkalmas, hogy politikai színezetet kapjon az ügy. De
a kormány részéről is hiteltelen arra azzal védekezni, hogy ők azért nem tudják emelni a pedagógusok bérét, mert nem érkeznek meg a brüsszeli pénzek. Tehát ebben a tekintetben a magyar kormány is hibázott kommunikációban is, meg hát a legnagyobb hiba nyilván az, hogy nem oldja meg saját állami forrásokból. Ugye azt látni kell, hogy a GDP arányos ráfordítás is csökkent az oktatásra Magyarországon. Tehát 2017-ben még 5,2% volt a GDP arányos ráfordítás a KSH adatai szerint, a legutóbb nyilvánosságra hozott adatok szerint már csak 4,7%, tehát az oktatás finanszírozása a magyar állami büdzsén belül is csökkent. Ez az egyik rész. A másik ugye a legégetőbb kérdés a bérkérdés, hiszen alapvetően a pedagógus hiánynak a legfőbb oka az alacsony bérezés. A 2013-as szintet, hogy akkor érnénk el, és erre egyébként Horváth Péter is felhívta a figyelmet, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke még 2021-ben, hogy akkor lett volna szükség már egy 65%-os emelésre, és akkor értük volna el azt, amit 2013-ban a pedagógus életpályamodell bevezetésekor biztosított a kormány, de erre sincsen most lehetőség, sőt, amiről a kormány beszél, hogy majd egy vagy két év múlva történik meg ez a nagymértékű emelés, az sem fogja még azt a szintet sem elérni, amit 2013-ban ígértek. Ráadásul ugye akkor arról volt szó, hogy a minimálbérrel együtt fog emelkedni a pedagógus bér. Ez a törvényben is szerepelt, a köznevelési törvényt úgy fogadta el az országgyűlés, hogy az értékállóságát a pedagógusok bérének biztosítja, majd amikor ténylegesen ugye emelni kellett volna, akkor ezt elválasztották a minimálbértől, és ez volt a legfőbb oka annak, hogy elértéktelenedett a pedagógusoknak a bére. Visszatér egy kicsit a terapi demonstrációra, említette, hogy több okból is távol maradtak, de mégis mit gondol, hogy általánosságban az ellenzék helyzetével, lehetőségével kapcsolatban, hogy mi más eszközük van azon kívül, hogy ahogy mondta, a parlamentben elmondják, amit elmondanak, az emberek többsége ez nem nagyon jut el. Tulajdonképpen természetes és érthető, és Orbán Viktorék is, mikor ellenzékben voltak, ugye ők is bontottak kordont például, mint emlékszünk erre a parlament körül. Tehát, hogy az eszközök tekintetében nem gondolja, hogy mégis valamilyen módon érthető, hogy az utcai politizálás az ilyen demonstrációk irányába is elmennek az ellenzéki pártok. Hogy ne lenne érthető? Hát mi magunk is tüntettünk a Karmelita Kolostornál egyébként a választást megelőzően akkor a Covid ügyek miatt, de úgy gondolom, hogy ha kulturált eszközöket választ az ember még az utcán is, akkor annak helye van, sőt segíti az ügyet. Tehát az eszköz választásnál elsősorban azt kell mérlegelni, hogy azt az ügyet, amit képviselni szeretnénk, azt segíti az az eszköz, amit választunk, vagy épp hogy hátráltatja. És úgy látom sajnos a pedagógus tüntetéseknél, nem csak most ezek a megosztó, nem a tegnapi napról beszélek, sorozatosan korábban a trágárbeszéd ugyanilyen. Tehát van egy jó ügy, egy jogos ügy, egy nemzetstratégiai ügy, hogy milyen lesz az oktatás Magyarországon, és ebben a kérdésben kellene minél többet beszélgetnünk egymással, minél több javaslatot megfogalmazni, akár a státusz törvény kapcsán is az, hogy áthelyezhetik a pedagógusokat, hogy növekszik majd a helyet óra számuk, hogy csökken a tantestületben, illetve nő a tantestületben az óraadó tanároknak a száma, hogy ennek milyen következményei lesznek az oktatási életben. Ezekről a kérdésekről kellene szólnia, nem pedig arról, hogy egy tizenéves beszélhetett rágárul, vagy nem beszélhet, mert ez félreviszi az egész kommunikációt, és félreviszi az egész ügyet. Kicsi kiugrás, de az ellenzéki lehetőségeknél maradva, Mi Hazánk készül-e már az EP választásra? Van-e már esetleg listavezető, ha nem, akkor mikor döntenek erről? És lesz valami együttműködés ezen a téren, bár ezt már csak úgy félve teszem föl, a kérdést a többi ellenzéki párttal, közös lista hasonló. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy senkivel nem fogunk együttműködni, egyetlen párttal sem, az önkormányzati választáson sem, és az európai parlamenti választáson sem. Személyi döntések még nem születtek véglegesek, de szervezeti értelemben természetesen készülünk, hiszen ugye egy napon lesz az önkormányzati választás és az európai parlamenti választás. Szervezeti értelemben az európai parlamenti választás az egy sokkal kisebb falat, mint egy önkormányzati választás, hiszen egy országos listát kell elindítani. Gyakorlatilag az a legkönnyebb választás technikai értelemben Magyarországon egy párt számára. Ugyanakkor az önkormányzati választás pedig a legnehezebb, hiszen még egy országgyűlési választáson is csak 106 jelöltet kellett kiállítani, itt pedig 3200 település van. Nyilván kis településeken nem úgy működik a politika, meg az önkormányzati választás, hogy feltétlenül pártok méretetik meg magukat, de a nagyvárosokban sokkal nehezebb elindulni, mint mondjuk egy országgyűlési választáson. Tehát szervezeti értelemben ez folyik, és nem másokkal beszéljük meg a mi programunkat, hanem a saját szervezeteinkre támaszkodva készülünk erre.
napvilágot látott egy interjú, egy videó a Gyömrői Általános Iskolában, amit ön készített, és kérdés az, hogy ez oktatás, politikai kérdés, van-e ahhoz közel, lehet-e közel, vagy inkább csak az intézmények drasztikusan romló állapotáról van szó, és szerették volna rá felhívni a figyelmet. Engem nagyon foglalkoztat a kérdés, hogy akkor, amikor azt látjuk, hogy mindenféle retorziók vannak, például egy ilyen intézmény képviselői, tanárai, igazgatói mennyire tudnak és mernek beleállni egy-egy ilyen helyzetbe, amikor megmutatják a valóságot, és bizony abban van valamiféle kormánykritika. Ez a gyömrői iskola, ez mint csepp a tengerben mutatja azt, hogy mennyire nem fordított figyelmet a kormány az oktatási intézményeknek, akár az infrastruktúrális fejlesztésére. Egy 100 éves épületről beszélünk, ahol a tornateremnek a szél lefújta a tetejét, szó szerint, és azóta egy fóliával fették ezt be, de hát több helyen beázik, és így kellene mondjuk 22 osztálynak mindennapos testnevelés órát tartani. De az ebédlő állapotáról is beszélhetünk, tehát 10-15 perc jut egy osztálynak arra, hogy megebédeljen, mert annyira nincsen hely ezeknek a gyerekeknek. Azért, hogyha valaki belegondol, hogy egy 6-8 éves gyerek hogy tud megebédelni 10-15 perc alatt, azért ez elég felháborító, hogy ilyen körülmények vannak. De már annyira sokan járnak ebbe az iskolába, hogy folyosón is van, hogy órát kell tartani, illetve a szertárban, könyvtárban, az pedig mindennapos, hogy ott ez megtörténik. Ezt már 2018-ban jelezte hivatalosan is a tankerület irányába az iskola, és azóta nem történt meg a fejlesztés. Majd aztán elindult valami, kiírták a terveket, pályázatokat, és úgy volt, hogy ezt a tanévet már konténerekben töltik a gyerekek. Amíg az új épület megépül, addig ezt az átmeneti megoldást szerették volna megvalósítani. Lehet azt tudni, hogy miért nem történt semmi az elmúlt években? Nem lehet tudni, tehát hogy ezek a jelzések elmentek a megfelelő helyekre. Ugyanakkor abban a tekintetben, hogy az infrastruktúrális kérdés, ez nem oktatás szakmai kérdés, ez egy beruházás kellett volna, hogy legyen. Most már pedig a háborúra hivatkozva nem is ígérnek semmit, tehát azt sem tudják jelen pillanatban, illetve amikor ott jártam, akkor nem tudták még megmondani, hogy hány első osztályt tudnak indítani, hol fogják kezdeni az új tanévet, lesz-e új iskola egyáltalán. Tehát ezek rendkívül méltatlanak körülmények, és Budapesttől 20 kilométerre vagyunk, tehát nem is egy leszakadt régióban, hanem Közép-Magyarországon, Pest megyében. És mit tud tenni a Mi Hazánk? Annak érdekében, hogy megmutatja ezt az interjút, elmennek, ott vannak, forgatnak, beszélnek iskola képviselőkkel, igazgatókkal, és ezen túlmenően? Itt is nagyon örülök annak, hogy egy széleskörű összefogás alakult ki a helyiek körében, tehát a szülői munkaközösség vezetőjével is tudtam beszélni, a volt iskolaigazgatóval, illetve a jelenlegi iskolaigazgatóval is, és aztán egy országgyűlési felszólalásban is sürgettem azt, hogy találjon megoldást a kormány arra, hogy ezeket a méltatlan körülményeket megszüntesse. Folytatni fogom természetesen az ügyet, tehát a megfelelő minisztereknél, államtitkároknál továbbra is lobbizni fogok azért, és felhívom a figyelmüket, hogy ez nem arról van szó, hogy most fel kell leújítani egy iskolát, vagy nem, hanem itt tényleg gyakorlatilag veszélyezteti a gyerekeket az a körülmény, ahova járniuk kell. Ugye az egyik teremben egyik pillanatról a másikra leszakadt a plafonból egy rész, és csak az a szerencse, hogy hétvégén történt, és nem tartózkodott ott senki, és a szülők ezután azt tudták csak tenni, hogy azt kérték a tanároktól, hogy senkit ne ültessenek arra a részre tanórákon, tehát az úgy gondolom, hogy ezért ez méltatlan, és az is kérdés, hogy ki lesz a felelős, hogyha netán, ne adja Isten, valami baleset tényleg történik. Egészen röviden még, hogyha kérdezhetjük, a Mi Hazánk nyilván nevűbe adódóan és elsősorban hazai problémákkal foglalkozik, de a Londonban tett látogatással esetleg, ha röviden egy percben be tudna számolni. Ez volt az első alkalom, hogy Mi Hazánkos politikusként el tudtuk kezdeni az építkezést a nyugat-európai magyarok körében. Rendkívül fontos tapasztalatokkal gazdagodtam. Elsősorban az elmondható, amit eddig is talán sejtettünk és tudtunk, hogy nagyon sokan megélhetési okok miatt mentek ki, de nagyon sok olyan ügy van, amivel lehetne az ő életüket segíteni, bürokrácia csökkentés terén elsősorban TB ügyintézés, vagy egy konkrét ugye a felsőoktatási felvételének a kérdése, mert aki mondjuk Angliában szerzi meg a középfokú végzettségét, annak az eredménye később jön meg, mint hogy Magyarországon az egyetemi felvételi ponthatárokat meghúznák, tehát ez is egy olyan technikai kérdés, amiben konkrétan tudjuk őket segíteni, hogy a kormány nyisson lehetőséget azoknak is, akik mondjuk ott szerzik meg a középfokú végzettségüket, de Magyarországon szeretnének tovább tanulni. Dúró Dóra, köszönjük szépen, hogy itt voltunk ma reggel. Köszönöm a lehetőséget. És köszönjük Kacsó Dánielnek is a segítséget. Köszönjük.